Jó estét kívánok! Ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Korszerű tudás, magas szintű technológiai háttér. Egyebek mellett ez jellemzi a Debreceni Egyetem természettudományi és technológiai karán folyó oktatást. A mérnökképzés stratégiai fontosságú a régióban, az ehhez szükséges tárgyi, szakmai, infrastruktúrális feltételek biztosítása pedig kiemelt feladat. Milyen szakokat, képzési irányokat kínál a leendő mérnököknek a kar? Mennyit ér az itt szerzett diploma? Aki elmondja, Kun Ferenc, a Debreceni Egyetem természettudományi és technológiai karának dékánja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Dékán úr, hát hogy is néz ki a képzési paletta? A természettudományi és technológiai karon három képzési területen kínálunk szakokat a felvételi előtt állóknak. Ugye hagyományosan oktatjuk és műveljük a természettudományok minden ágát, és erre a természettudományos tudásunkra építettük fel a mérnökképzésünket, és a tanárképzést is, amikor megtanítjuk azt is a diákjainknak, hogy hogyan kell középiskolában, általános iskolában átadni a természettudományos ismereteket. Tehát összességében 10 alapszakra várjuk a felvételizőket, a 10 alapszak között 3 mérnökszak van, villamosmérnök, vegyészmérnök és a biomérnökszak, a többi az természettudományos szak, és emellett működik nagyon fontos a tanárképzésünk. Ugye a tanárszakokon a legfontosabb tudnivaló az, hogy szakpárokat kell választani, így a kombinációs lehetőségek száma 70 közeli. Ha már a tanárképzést említette, ez mindig visszatérő gond, hogy a természettudományos ismeretek oktatása, van egy generáció, aki lassan kiöregszik a katedra mögül, van-e utánpótlás, hogyan látják, mennyire érdekes ez a mai fiatalok számára ez a terület? Igen, nagyon örülünk annak, hogy az osztatlan tanárképzés, ami 2013-ban indult nálunk is, nagyon sikeresnek bizonyult, évente 50 tanárszakos hallgatót tudunk felvenni. Ennyien jelentkeznek hozzánk, felvennénk többet is természetesen, de ez már óriási siker az azt megelőző időszakhoz képest. Nagyon népszerűek ezek a tanárszakok, az is világosan látszik már ugye az elmúlt 7 év tapasztalataiból, hogy legnépszerűbbek a régi hagyományos klasszikus szakpárok, tehát a kémia, biológia, matematika, fizika, biológia, földrajz. De emellett ugye a tanárszakoknál a természettudományos szakokat szabadon lehet kombinálni, akár a bölcsész tudományterülettel, vagy az informatikával is. Így például nagyon népszerűek szintén az idegen nyelv természettudomány kombinációk, vagy a testnevelés természettudomány kombinációk is. A mérnöki hivatás egyre inkább felértékelődik. Milyen az érdeklődés a klasszikus mérnökképzések iránt? Mi a karunkon villamosmérnök, vegyészmérnök és biomérnök képzést kínálunk, ezek a legnépszerűbb szakjaink, nagyon örülünk ennek. Ezeknek a képzéseknek az a sajátossága, hogy nagyon erős K+F tudományos háttérre épülnek, tehát a diákjainknak azt is megtanítjuk, felkészítjük őket a kutatófejlesztő munkára, amire a cégeknél várják őket, alkalmazzák majd őket a későbbiekben. Arra törekszünk, hogy a tudásuk piacképes legyen, tehát valóban azt tanítsuk a hallgatóinknak, amire a cégeknek leginkább szüksége van. Ezért igyekszünk bevonni a cégek szakembereit, gyakorló mérnököket a mérnökszakos hallgatóink képzésébe. Tehát több kiemelkedő partnerünknél van például kihelyezett tanszékünk, amelyen keresztül gyakorló mérnökök oktatnak nálunk a legfontos speciális tantárgyakat. Ezek között is van olyan szakterület, ahol nagyon gyorsan elavulnak az ismeretek. Gondolom, hogy ez folyamatos oktatási, képzési anyagfejlesztés, tananyagfejlesztés is jelent egyúttal. Így van, az oktatási innováció nálunk két területen zajlik. Ugye egyrészt nagyon fontos, hogy a legújabb ismereteket, tudományos eredményeket, technológiai vívmányokat beépítsük a képzési programokba. Ehhez nagyon nagy segítséget kapunk ugye a cégek szakembereitől, mert ők harcolnak a frontvonalban, tehát ők tudják, hogy leginkább mire van szüksége annak, aki egy piacvezető nagyvállalatnál szeretne majd egyetem után elhelyezkedni. De emellett a tartalmi megújítás mellett folyamatosan zajlik az infrastruktúra fejlesztése is. Ugye arra törekszünk, hogy a hallgatóink olyan laborokban dolgozzanak, amelyekben majd a munkaadóknál, vagy olyan kis gyakorlóhelyeket tudjunk számukra kialakítani, amilyeneket majd találnak a piacvezető cégek üzemeiben. Például vállalati adományok segítségével és a saját forrásból állami támogatással sikerült teljes egészében megújítanunk az elmúlt másfél évben minden villamosmérnök képzésben használt labort, tehát villamosmérnök fizika területe teljes egészében megújult, ugyanígy a MOL támogatásával a vegyészmérnök képzésünk infrastruktúráját tudtuk teljesen up-to-date szintre fejleszteni, a Richter-Gedeon gyógyszerészeti nagyvállalat segítségével a biotechnológia területén hatalmasat léptünk előre a műszerfejlesztésben, és emellett ugye folyamatosan fejlesztjük a duális képzésünket is. Ha ez utóbbiról mondana néhány szót, ugye a duális képzés az egy gyakorlatorientált képzést jelent, és ugye ha jól tudom, akkor ott egy kicsit a hallgatók már megismerkednek a vállalati kultúrával is részben. Így van, a duális képzést nálunk 2016-ban indítottuk el, és azóta folyamatosan fejlődik, nagyon nagy sikernek bizonyult.
Ugye a duális képzés attól duális, hogy mi a felsőoktatási intézmény és egy partnervállalat közösen gondoskodunk a hallgató képzéséről. A hallgató, amikor felvételt nyer hozzánk valamelyik mérnökszakunkra, vagy természettudományi szakunkra, akkor egy kínálatból, egy színes kínálatból tud magának választani egy vállalati képzőhelyet, és a vállalatnál, amellett, hogy a mi hallgatónk lesz, a vállalatnál gyakorlati képzést kap, idejének egy részét ott kell töltenie, hatalmas értékű gyakorlatot fog szerezni, tehát a teljes képzési ideje alatt neki vállalati gyakorlata lesz, és ezzel párhuzamosan a tudás mellé még fizetést is kap a cégtől. Tehát ez egy óriási lehetőség a ma tovább tanulók számára. Hogy néz ki a klasszikus képzés? Hány fél év az alap? Mennyire jellemző az? Ebből a székből már több kollégája is említette, hogy van, hogy meg sem várják a mesterképzést, hanem már kap egy olyan ajánlatot a fiatal, aminek úgymond nem tud ellenállni. Önöknél mi a helyzet? Nálunk hasonló a helyzet, tehát a hallgatóink számára kínálunk vállalati gyakorlati lehetőséget, tehát nagyon sokan nyáron elmennek 6-7-es gyakorlat a cégekhez, és a tapasztalat az, hogy a cégek nagyon elégedettek a hallgatóinkkal, és sokszor állásajánlatot tesznek ezeknek a még tanuló hallgatóknak. Mi arra igyekszünk motiválni a diákokat, igyekszünk terelni őket, hogy maradjanak még, fejezzék be a tanulmányaikat, és ha lehet, akkor maradjanak akár a mesterképzésre is, mert hosszú távon megtérül. A mesterképzést azt elismeri a leendő munkaadó? Akár pénzben, fizetésben, akár pozícióban, amit felkínál? Mi azt látjuk, hogy egy alapszakos diplomával kiváló munkát lehet találni, tehát kiváló, jó fizetett munkákat lehet kapni. Ugyanakkor hosszú távon a mester végzettség mindenképpen megtérül. Tehát mesterszakkal egy 5-10 év távlatában már olyan ajtók nyílhatnak meg, amelyekre mondjuk egy alapszakos diplomával még nem volna lehetőség. Újdonságok, a K plusz F-ről már beszéltünk, az innováció mekkora szeletét jelenti a képzésnek? Ugye a folyamatos megújulásra törekszünk, tehát számunkra nagyon fontos, hogy a képzésünk talán a legfontosabb specialitása, hogy világszínvonalú kutatási háttérre épül. Ez úgy is megjelenik, hogy a hallgatóink egyrészt bekapcsolódhatnak kutatócsoportok munkájába, tehát maguk is kipróbálják a kutató munkát, sőt, nem is tudják elkerülni ezt, mert ha más nem, akkor a szakdolgozat diplomunka készítésekor mindenkitől elvárt az önálló kutatófejlesztő munka egy csoport, kutatócsoport tagjaként. Viszont a másik oldalról a tudást, a kutatócsoportok eredményét be is építjük a képzési programjainkba, tehát meg is tanítjuk a hallgatóinknak a legújabb vívmányokat. Most például a koronavírus járványnak egy nagyon érdekes mellékhatása, vagy talán pozitív hatása, hogy megmutatta a kutatásfejlesztés fontosságát, szükségességét. Ugye látjuk azt, hogy a biotechnológia, orvostudomány roham tempóban fejleszti a védekezés eszközeit, a vakcinát, de emellett például hatalmas kihívás például a matematika, fizika számára annak a megértése, hogy egy szórakozó helyen egy fertőzött vendég hogyan fertőzi meg a többi vendéget, hogyan terjed a vírus, vagy annak modellezése, vizsgálata, hogy egy szociális közösségben hogyan fog terjedni a fertőzés, milyen feltételek mellett alakulhat ki, járvány, amelyet esetleg nem tudunk megállítani. Ez mind-mind kihívás, a fizika, a matematika, a biológia, de még talán a földtudomány számára is. Ezeket az újszerű ismereteket, mi, vagy új kihívásokat mind beépítjük a képzési programunkba, ilyen korszerű tudásra igyekszünk várni a fiatalokat. Ha már ezt mondta, ez tényleg hátborzongató, hogy néhány hónappal ezelőtt, pont ma volt szó a szerkesztőségben erről, hogy néhány hónappal ezelőtt megjósolták azt, hogy olyan 180 és 200 körüli áldozata is lesz bizony a magyarországi járványnak, és ma egészen félelmetes 189-es új rekordról számoltak be. Tehát az, hogy a matematikusok, járványügyi szakemberek hogy tudnak modellezni előre, ez laikus számára egészen bámulatos. Igen, ez mind a modern tudomány eredménye, tehát ezért ezeket az ismereteket pontosan, ami szükséges ahhoz, hogy tudjuk modellezni a járvány terjedését, mi oktatjuk a hallgatóinknak, ezt már a tavaszt és az őszi fél évben beépítettük a képzési programjainkba. Dékán úr, ezek után lehet, hogy felesleges is a kérdés, milyen elhelyezkedési lehetőségek várják az itt végzett friss diplomásokat? Mi a diplomás pályakövetési rendszert szoktuk tanulmányozni, ebből indulunk, és azt tapasztaljuk, hogy a nálunk végzett hallgatók egy-két, vagy legfeljebb néhány hónap elteltével munkát találnak. De nagyon általános az, hogy már a képzési idő alatt, tehát még a diploma megszerzése előtt a hallgatókat ajánlatokkal keresik meg a cégek. Tehát mondjuk a hallgatóinak legalább a fele már abban a helyzetben, hogy a diploma átvételekor pontosan tudja, hogy hol fog dolgozni, a másik fele pedig néhány hónap elteltével biztos állást fog magának találni a munkaerőpiacon.
Igyekszünk tenni azért, hogy a hallgatóink kapcsolatba kerülhessenek a leendő munkaadókkal, tehát minden évben szervezünk egy kari állásbőrzét is, amellett, hogy vannak az egyetemi rendezvények. Ezeken a kari kisebb méretű állásbőrzéken arra is lehetőség van, hogy a hallgatók személyes kapcsolatot építsenek a cégek HR szakembereivel, tőlük első kézből megtudják azt, hogy mit kell ténylegesen tanulni ahhoz, hogy a cégnél sikeresen pályázhasson valaki állásra. És ezt mi azt látjuk, hogy a hallgatóink értékelik ezeket a rendezvényeket, majd számban jönnek el és használják ki a lehetőséget. Letelt az időnk, sikerül őket itt tartani a régióban, vagy a budapesti, külföldi elszívó hatás az azért működik? Ez nagyon érdekes, hogy a vállalati partnereink jelentős része az mondjuk a Tiszától keletre rendelkezik telephelyen, és nagyon örülünk annak, hogy tudunk így tenni a végzett hallgatóink megtartásáért a régióban. Dékán úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget.